Kérem szépen Hardi Levente Álmos diákpolgármestert, hogy írja le az esküokmányt. Most zajlott le az ifjúsági önkormányzati választás eredményhirdetése. Szeretnénk gratulálni a nyertesnek, aki a Kós iskola tanulója. Mesélj magadról egy kicsit, hiszen mi még nem találkoztunk múlt héten, te szakmai gyakorlaton voltál, amikor beszélgettem a többi jelölttel. Mondanál magadról egy pár szót, hogy hívnak, melyik osztályba jársz? Igen, sziasztok! Nagyon örülök, hogy megválasztottak. Hardi Levente vagyok, a 11D osztályba járok, villanyszerelőnek tanulok. És miért jelentkeztél erre a megmérettetésre? Mi volt a motiváció? Hát én már egy évet voltam diákképviselő, és nagyon örültem volna, ha idén ugye megnyertem volna, de hát így is lett. Így már így tapasztaltam, mondom, hogy könnyebb lesz az idei év szerintem. Én örültem neki, mert hogy tavaly sikerült vele dolgoznom, és nagyon jó volt a munkája, és tudtunk együtt dolgozni, és én nagyon örültem neki. Nekem ez volt az első jelentkezésem. Igazából nem vagyok benne biztos, hogy akartam volna elnök lenni pontosan, vagy diákpolgármester, és inkább jobban is örülök, hogy segíthetem a mostani diákpolgármestert. Szerintem ez jó csapat leszünk együtt, és nagy dolgokat tudunk megvalósítani. Az iskolával és a képviselőkkel összeírtunk dolgokat, és akkor ezt szeretnénk majd a közös bedobni, és megvalósítani a terveket. Nektek van-e már elképzelés? Hát mindenképpen szeretném az összes iskolát belevonni, hogy ne csak külön iskolánként, hanem az összes iskola együtt legyen rendezvényeken, vagy különböző ilyen programokon. Nálatok? Nekünk most már vannak eseményeink is, vagy elképzeléseink, amiket szeretném majd megosztani a többi pártaggal. Először most letettétek ugye az esküt, lesz egy találkozó, és akkor mivel tudtok egyáltalán kezdeni? Már lesznek döntések is, vagy még csak puhatolózás és ismerkedés? Hát én mindenképpen szeretnék egy ilyen kisebb összejövetelre, úgymond, hogy ne csak így a városházan belül, hanem kívül is külön így a ifjúsokkal programot szervezni, mert mindenképpen fontos, hogy megismerjük mi is egymást, hogy ne úgy álljunk egymáshoz, mint ha idegenek lennénk. Egyszerre vagyok ugye tanár, másrészt meg a diák önkormányzat munkáját segítő pedagógus, és hát az intézményben, ahol tanítok, az Érdi Kós Károlyban, ott az ökoiskolai munkacsoportnak is lényegében én vagyok az egyik fő szervezője. Nagyon nagy megtiszteltetés, köszönöm szépen ezúton is. Nagy meglepetés volt számomra, mert hát nagyon ügyesen, ugye én erről mindeddig semmit sem sejtettem. Azt tudtam, hogy felterjesztettek az iskolámból többek között olyanok, akik korábban itt az Érdi Ifjúsági Önkormányzatnak voltak alpolgármesteri képviselői, de azt, hogy ezek szerint ennyi támogató szavazatot kaptam, azt nem tudtam. Én igyekeztem mindig minél jobb viszonyt kialakítani a diáksággal, illetve hát a Kósban azért a diák önkormányzat, amikor én ide jöttem, eléggé gyerekcipőben járt. Egy pár évig, még talán 2 vagy 3 évig nem is én voltam a diák önkormányzatot segítő pedagógus, utána a korábbi, tehát az elődöm lényegében távozott, én átvettem ezt a pozíciót, és az az igazság, hogy valaha én is a középiskolában voltam dökelnök, tehát nem volt ismeretlen így számomra ez a szerep, és talán pont ezért bele tudok helyezkedni, és tudom őket kellőképpen segíteni. Ugyanakkor viszont pedagógusként meg ugye így a szervezés részére van egy jó rálátásom, hogy mik a buktatók, mi az, amire érdemes odafigyelni.